Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 8-a hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Nagy lelkesedéssel látott munkához Győr decemberben megválasztott új alpolgármestere. 2023-ban is folyamatos volt a munka a GHG-nál, a cégnél 18%-os béremeléssel indult az év. Tavaly 22%-kal kevesebbet tankoltunk, a mostani év viszont egészen jól indult az üzemanyagárak tekintetében. Nagy elánnal, hatalmas lelkesedéssel és komoly tervekkel látott munkájához Győr decemberben megválasztott új alpolgármestere. Dr. Lackovics Takács Tímea azt követően került a városvezetésbe, hogy Radnóti Ákos új megbízatása miatt lemondott korábbi tisztségéről. Némfő Csanak önkormányzati képviselője, aki már alpolgármester is egyben, az egészségügyi és szociális ellátórendszer mellett a nemzetközi kapcsolatokért és a környezetvédelemért is felel. Dr. Lackovics Takács Tímea a Győr Plusznak beszélt először terveiről. Büszkén mondhatom, hogy rengeteg tapasztalatot szereztem az elmúlt évek során, rengeteg gyakorlatot, rutinosnak is mondhatom magam, bízom benne, de nem nagyképpen természetesen. Ezt a rutint és tapasztalatot mindenképpen tudom hasznosítani majd az alpolgármesteri feladat ellátása során, ezek nagy segítségre lesznek nekem. A decemberi közgyűlésen választották meg a város új alpolgármesterét. Radnóti Ákos lemondása után a polgármester dr. Lackovics Takács Tímeát javasolta a pozícióra, amit a közgyűlés egyhangulag meg is szavazott. Dr. Lackovics Takács Tímea képviselőtársamat a közgyűlés alpolgármesternek nevezi ki. Gratulálok, képviselőasszony! Az új alpolgármester hatalmas lehetőségnek és nagy kihívásnak tartja megbízatását. Egy óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy alpolgármesteri feladatok ellátása is felkértek, egyrészt pedig a szakmai munkámnak, a képviselői munkámnak a megbecsüléseként is érzem ezt, hiszen rengeteget dolgoztam a Ménföcsön, aki városrészben, rengeteget dolgoztam a szakbizottságokban is, és azt gondolom, ez egy nagyon pozitív érzés. Komoly tapasztalata van már az új városvezetőnek, így egyáltalán nem tart a feladatoktól, sőt. A feladataim legnagyobb részét a szociális, egészségügyi és a lakásügyi feladatok fogják kitenni. Ugye ez gyakorlatilag nem új feladat számomra, hiszen én 2006 óta vagyok a tagja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságnak, 2014 óta pedig az elnöke. Nagyon jól ismerem a város szociális ellátórendszerét, az intézmények működését, az intézményvezetőket, az ott dolgozó szakembereket. Én azt gondolom, hogy nagyon jó szakembereink vannak, és nagyon nagy dolgokra leszünk képesek az elkövetkezendő időszakban is. A nemzetközi kapcsolatok és a környezetvédelem is dr. Lackovics Takács Tímea felügyelete alá tartozik. A feladatai másik részét a környezetvédelmi feladatok fogják kitenni, ez sem áll távol tőlem, hiszen mind a mindennapok során, mind pedig a képviselői munkám során külön figyelmet szenteltem a területnek. Egyrészt tagja voltam a Környezetvédelmi Bizottságnak, ahol több olyan városi szintű kezdeményezésnek is már része lehettem, mint például a Városi Fecskevédelmi Program, az elmúlt időszakban ez tartozott hozzám, illetve városrészi szinten is rengeteg a tapasztalatom ilyen téren, hiszen jó pár éve már Zöld Ménfőcsónak program néven, ennek kereteken belül, helyi zöld egyesülettel számos zöld kezdeményezést indítottunk el, ez is most is folyamatban van, illetve számos elképzelésünk van az idei évre is. Az alpolgármester természetesen Ménfő Csanak képviselője is maradt, ahol szeretné folytatni a megkezdett hatékony munkát. Én azt gondolom, hogy a kettő nagyon jól ki fogja tudni egészíteni egymást, hiszen nagyon sok tapasztalatot tudtam szerezni a városrészi képviselői munka során. Ott tényleg olyan tématerületekkel is foglalkoztam, amit városi szinten is tovább tudok vinni. Ez mindenképpen nagyon pozitív és hasznos. És még nagyon fontos, hogy én továbbra is Ménfőcsanakon élem a mindennapjaimat, ott élek a családommal, és továbbra is a legfontosabb a városrészem lakóinak a képviselete, és próbálok mindent megtenni azért, hogy a jövőben még jobban, még gyorsabban tudjon fejlődni a Ménfőcsanaki városrész. Az új alpolgármester áll a kihívások elé, és szeretné bizonyítani, hogy nem csak körzetében, de városi szinten is sokat tud tenni Győrért és a győriekért. Továbbiakban is mind a városrészi lakosokra számítok, az ötletekre, felvetésekre, észrevételekre, de természetesen a győriek minden javaslatát is szívesen fogadom. Az alpolgármester képviselő arra kért mindenkit, ahogy eddig, ezután is keressék bátran, csanakiak és nem csanakiak egyaránt. Ajtaja ugyanis bárki előtt nyitva áll, akinek problémája, ötlete, terve, elképzelése van Győr fejlesztésével kapcsolatban.
A 2023-as évben is folyamatosan zajlott a munka a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél annak érdekében, hogy a város és a 111 vidéki település hulladékszállítása gördülékenyen működjön. A vállalat eredményesen szerepelt a MOHU ZRT által kiírt pályázaton, ezzel pedig elnyerte a régiókoordinátori szerepet, ami komoly szakmai előrelépést is jelent. A GHG ügyvezetője elmondta, fontos a kollégák megbecsülése. Ennek érdekében mindent meg is tesznek, így ezt az évet is 18%-os béremeléssel kezdték a cégnél. Lehet eső, hó, szél vagy éppen kánikula, a munka nem állhat meg a GHG-nál. A 2023-as esztendőben is Győr város és a falvak tisztaságáért dolgoztak a vállalat munkatársai, mondta el híradónak Nagy Csaba ügyvezető. Győrben az emberek nagyon igényesek a környezetükre, nagyon fontos a közterületek, illetve a városnak a tisztasága, és a 2023-as évből a GHG-nak a legnagyobb eredménye, hogy cégünk hozzá tudott járulni ehhez az igényességhez. Működtettük a lakossági hulladékszállítást, ehhez kapcsolódóan a hulladékudvarokat is folyamatosan tudtuk üzemeltetni, és a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken is megtettünk mindent annak érdekében, hogy az ürítések megfelelő sűrűséggel megtörténjen, és az ukszemét elszállítás is folyamatos volt. Összefoglalva mindent megtettünk annak érdekében, hogy hozzá tudjunk járulni ehhez a fajta igényességhez, ami itt Győrben látható. Ez azért is fontos, mert nagyon fontos a győriek számára az, hogy a hulladékszállítás megtörténjen, és a hulladéknaptárban meghirdetett módon ezeket a munkákat a 2023-as évben el is végeztük. A cég eredményes pályázatot nyújtott be a MOHU ZRT kiírásán, így régiókoordinátori szerepbe került. Ami nekünk nagyon fontos, és ez Győrnek és az egész régiónak, hogy a GHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korábban létrehozott egy konzorciumot a Tatabányai és a Székesfehérvári közszolgáltatóval, és a cégünk eredményesen szerepelt a MOHU ZRT által kiírt pályázatban, hiszen megnyertük a régiókoordinátori szerepet. Ez azt jelenti, hogy a GHG előrelépett egyet a szakmai szinten. Győr mindig is meghatározó szerepet töltött be magyarországi hulladékgazdálkodásban. Az egyik legkomolyabb szakmai műhely mindig is itt volt Győrben, és ez nagyon örömteli, hogy ebben a szakmai munkában előre tudott lépni Győr, és előre tudott lépni a GHG, hiszen a Győr és a vidéki 111 vidéki település mellett idén január 1-től már az egész Nyugat-Dunántúli régióért felel szakmailag és gazdaságilag is a vállalat. Az ügyvezető kiemelte, a 2023-as évben is kiemelt megbecsülésben részesültek a kollégák, mind a fizikai, mind pedig a szellemi állomány tekintetében. Ugyanez a megbecsülés a 2024-es esztendőben is folytatódik. A 2024-es év egy nagyon fontos év lesz a vállalat életében. Az elmúlt időszakokban mindig fontos és komoly dolgok történtek a vállalat életében. Egy valami újdonság lesz az, hogy a 2024-es évet egy 18%-os béremeléssel kezdi a GHG. Nagyon örülünk nekik, hogy a közösségépítés mellett anyagiakban is ki tudjuk fejezni a munkatársainknak azt a fajta köszönetet, ami itt a GHG-ban a szorgalmas munkáért jár. Minden munkahelyet megőriztünk már egészen az előző évben, 2023-as évben is, és erre törekszünk a 2024-es évben. Bővült a GHG létszáma, 20 új státuszt tudtunk létrehozni, ez a regionális munkának köszönhető, és szeretnénk tovább fejlődni. Ez megnyilvánul egyrészt a közösségépítésben, a vállalati közösségépítésben, szeretnénk folytatni az önerőből történő gépbeszerzéseket, technikai, illetve technológiai fejlesztéseket. Nagy Csaba azt ígérte, az idei évben is mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a hulladékszállítás továbbra is gördülékenyen működjön a térségben. 2023-ban a KSH adatai szerint 22%-os volt a forgalom csökkenés a magyar kutakon. Leginkább még a tavaly évelei 700 forintos literenkénti üzemanyagárak miatt. A második fél évben pedig a magas infláció miatt vásároltunk kevesebb benzint és gázolajat is. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint 2024 jól indult az árak tekintetében. A jövedéki adó emelését ugyanis az olaj alacsony világpiaci ára kompenzálta. Ennél a kútnál a benzinért literenként 554,
míg a gázolajért 578 forintot kell fizetni. Tavaly januárban jóval drágább volt az üzemanyag, ami meg is látszott a töltőállomások egész éves forgalmán. 2023 az a magas áraknak az éve volt, miután kivezették az ársapkát 2022 év végével, azt követően azért az évet egy 700 forint fölötti átlagárral indítottuk, és ez azt is eredményezte, hogy jelentős forgalomcsökkenést tapasztalhattak a benzinkutakon. Volt olyan benzinkút, ahol akár a 40%-os visszaesést is megtapasztalta. Átlagosan a KSH adatai szerint is a teljes évet tekintve ilyen 22%-os volt az a forgalom visszaesés, amit a magas üzemanyagárak okoztak, és hát ebben persze az is benne volt, hogy az infláció hatására az emberek egyre több pénzt kellett, hogy kifizessenek élelmiszerre, és kevesebb jutott az üzemanyagokra. Bár csökkenésnek indult az olaj világpiaci ára, ezt követően azonban a magas infláció miatt sokan az üzemanyagokon próbáltak spórolni. Aztán láttuk, hogy a második fél évben már azért a szakértői elemzők és előrejelzések szerint az idei évre már egy alacsonyabb olajárszintet prognosztizáltak, és ez úgy néz ki, hogy beigazolódni is látszik, aminek következtében az árak már az utolsó negyed évben 2023-ban csökkenésnek indultak, és ugyan az évet egy jövedéki adó emeléssel kezdjük, ami bruttó 41 forintot jelent emelésben a benzin és a gázolaj esetében. Ettől függetlenül a nagykereskedelmi árak inkább csökkenést mutatnak. Így elmondhatjuk azt, hogy a benzin és a gázolaj esetében is most 600 forint alatt vannak az átlagárak, tehát ennél akár jóval olcsóbban is tudunk üzemanyagot tankolni, és azért a totemoszlopokon ötössel kezdődnek még a hagyományos termékek árai. Konkrétan a benzin esetében 562, míg a gázolaj esetében 589 forintos átlagárat tapasztalunk. És az is elképzelhető, hogy a jövedéki adóemelés második lépcsőjének érvényesítése az, ha nem is teljesen, de elolvadni látszik, hiszen akár további üzemanyagárcsökkenés is kerülhet bejelentésre, leginkább annak köszönhetően, hogy a Brent típusú olajára az jelentősen csökken, és járt már a 75 dolláros szinten is, jelenleg 76-77 dolláros szinten jár. És arra számítunk, hogy a 2024-es évben ez az árszint, ez tartós is lehet, tehát a 75 és a 85 dolláros olajárszint között várjuk az árszinteket a hordonkénti olaj tekintetében, amire a forint árfolyama lehet még hatással a dollárral szemben, de hál' Isten ott is azt mondhatjuk, hogy stabilizálódik a helyzet, és a dollárral szemben a forint 350 forint alatt tartja magát stabilan. Most az látszik, hogy a 600 forint körüli üzemanyagár tartós lesz 2024-ben. Az Egyesült Államok mindenképpen arra törekszik, hogy az olaj világpiaci ára továbbra is alacsony legyen. Ha valaki így számolni és költségeket akar becsülni üzemanyag tekintetében a 24-es évre, akkor ezzel a 600 forint plusz-minusz 20 forintos átlagárakkal lehet akár hosszabb távon is számolni. Szerintem kevés olyan termék van, amelyiknek a tavalyi évben csak ennyivel emelkedett az ára, mint az üzemanyag esetében. Persze nagy felhasználók vagyunk, és nehezen mondunk le az autózásról és így a tankolásról is, de igen, a 2024-es évet leginkább azt fogja meghatározni a nemzetközi piacon, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak mennyire sikerül alacsony szinten tartani az olajárakat, hiszen ők választásra készülnek, és ott az egy nagyon jó kampány elem, hogy alacsony szinten tartják a hazai piacon a benzin és a gázolaj árát. Bujdos Eszter hozzátette, azzal is számolni kell, hogy a közel-keleti olaj nagyhatalmak szeretnék elérni, hogy ráguljon az olaj. Csodálatos évet zártunk, attól függetlenül, hogy voltak nehézségek. Ezt mondta híradónknak a Vaskakasbáb Színház igazgatója. Kocsis Rozi kiemelte, sikeresen átvészelték az energiaválságot. Az önkormányzat támogatásával nagyszabású Györkőc fesztivált tudtak rendezni, és fiatal, tehetséges művészeket csábítottak a társulathoz. A Vaskakas 2023-ban is szárnyalt. 6000-nél is több bérletes és drasztikusan emelkedő nézőszám jellemezte az elmúlt esztendőt, amelyben egy előadás sem maradt el.
A Kishablány volt a tavalyi év egyik sikerdarabja. Ősszel mutatta be a Vaskakas Bábszínház Andersen klasszikusát, ami nagy sikert aratott a különböző korosztályok körében. A kulturális intézményekhez hasonlóan a Vaskakas is átvészelte az energiaválságot, tette mindezt úgy, hogy már korábban energiahatékony beruházásokat hajtott végre. Az intézmény vezetők összefogtak a bajban. A Bábszínház épületében játszott például a Győri Nemzeti Színház az év első 3 hónapjában. A nehézségek ellenére csodálatos évadot zárt a Kocsis Rozi által vezetett társulat. Nem kellett bezárni, nem maradtak el előadások. Az, hogy valamennyivel kevesebb életes van, mint mondjuk a Covid előtt, az még mindig a Covid hatása. Azért már több mint 6000 van, de ha visszaemlékszünk, hogy 9000-re mentünk el a Covidról, vagy zártunk be, akkor az még mindig nem jött vissza. Viszont a jegyes előadások száma, és a jegyes nézők száma az drasztikusan nőtt. Valamiért még mindig nem mernek bérletet venni, vagy nem mindenki, mert már remélem jövőre ez a félelem nem lesz bennük, hogy elmarad, meg bezárunk, meg betegek leszünk, meg betegek lesznek a színészek. Úgyhogy én nagyon pozitív vagyok, csodálatos évet zártunk, attól függetlenül, hogy minden volt itt a rezsiválságtól a lombhullásig. Hihetetlen hangulatban, látványos elemekkel és rengeteg programmal startolt el nyáron a Győrkőc Fesztivál. Sokáig úgy tűnt, az energiaválság miatt nem rendezik meg az ország legnagyobb gyermekfesztiválját, de az önkormányzat példátlan támogatásának köszönhetően mégis megtartották a népszerű többnapos rendezvényt, örömet okozva így sok-sok gyerkőcnek. Nagyon jó sikerült a Győrkőc. Hála az önkormányzat nagyvonalúságának megkaptuk a támogatást, és olyan Győrkőcöt rittyentettünk annyi gyerekkel és annyi nézővel, ugyan még két helyszín, másfél helyszín még kimaradt, de úgy csináltuk, hogy ezt észre se lehessen venni, annyi játékot hoztunk, és az idén is pontosan most januárba kezdjük el. Már megérkeztek jelentkezések, most kezdjük el egy nagy stábértekezet, lesz épp ma, most a riport után majd, ahol a Győrkőc Fesztivált előkészítjük július első hétvégére. És itt vannak fiatal rendezők, most éppen két előadás próbái folynak, aztán majd tavasszal egy harmadiké, egy új bemutatóé, megyünk fesztivál. A fiatal rendezők mellett számos ifjú tehetséges művésznek adott lehetőséget a Vaskakas Bábszínház. A Törzsgárda, a Mag együtt maradt, akikhez új színészek is csatlakoztak. Az 5 új tehetség érkezése mellett azt is ki kell emelni, hogy Rab Viki bábszínész, zeneszerző idén már 25 éve lesz tagja a társulatnak, melyről méltó módon emlékezik majd meg a Vaskakas Bábszínház. Megújult teljesen a társulat, ugye azért a Covid után eléggé sokan elszerződtek máshova, de van 5 csodálatos új fiatal színészünk, meg a régi Törzsgárda, az Kemény Mag, és ami a legfontosabb, Rab Viki a zeneszerzőnknek most január 20-án lesz a 25/50, tehát ő 50 éves lesz most, képzeljétek el a Rab Viki, valamint 25 éve van a Vaskakasban, tehát csak egy óriási nagy életmű koncertet, este felnőtteknek, másnap reggel, vasárnap a gyerekeknek, farsangolást. Megy minden most már nagyon, mint a karikacsapás, úgyhogy jó, én nagyon pozitív vagyok, legyen jó idő, legyen napsütés, legyen Győrkőc, legyen békeszerelem, minden oké. Tartalmasnak ígérkezik tehát a 2024 is a Vaskakas Bábszínház számára. A hétvégén az első előadásokkal elstartol az új év a közönség számára is. A művészek gőzerővel próbálnak, hogy továbbra is a legmagasabb szinten teljesítsenek, és elkápráztassák szeretett közönségüket. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.